100 évvel ezelőtt a balatonfüredi nyaralásra az emberek gőzhajóval érkeztek. Az úri közönség több utazótáskát és bőröndöt hozott magával. A viselethez mindig hozzátartozott a kalap, nyáron a napernyő és a kesztyű. A Balaton felfedezése az utazással kezdődött. A tó déli partján 1861-ben épült meg a vasút, és Budapestről, valamint a közeli nagyobb városokból gyorsan el lehetett érni. A tiszta levegő, a tó vize, az enyhe éghajlat tették a Balatont vonzóvá. A nyaraló vendégek kezdetben a parttól bejjebb fekvő falvakban béreltek szobát. A villák, villasorok a tóhoz közel épültek. A birtokosok és a nyaralók együttesen gondoskodtak az új telepek szépítéséről a fürdőegyesületekben. Menetdíj kedvezményekkel, olcsó fürdővonatok indításával tették népszerűvé a Balatont, és a hétvégi kirándulásokra tömegek érkeztek. A tablósor jobboldali monitora a Balaton különböző korú térképeit felhasználva mutatja a falvak és az üdülőtelepek terjeszkedését a 19. század végétől az 1990-es évekig. Ezután parcellázást, egyes üdülőhelyek hirdetéseit, régi villatípus rajzait és modern faház képét, valamint kevéssé és nagyon beépített tájakat láthatnak. A leporelló-szerűen egymás mellé helyezett fotók a közlekedés jelenetei. A sarokban a forgatható hirdető oszlop plakátjai a balatoni idegenforgalmat reklámozzák a 20. század első felében. Tartsanak velünk a következő részbe, amelyben a balatoni sportokat mutatjuk be.